Le tudnád tenni egy gépet, vagy legalábbis megpróbálnád? Biztos, hogy megpróbálnám. Ez pedig a kedélyjavító azoknak, akik esetleg idegesebbek, és mondjuk... Ja, idegesebbek, amikor valahol az óceánon himbálóznak. Így van, és körülöttük a cápák. Tudjátok, hogy mi történik a repülőkkel, amikor nem repülnek? Ahhoz, hogy a repülés biztonsága ma ott tart, ahol a technika fejlődése mellett a gépek szinte minden négyzetcentiméterére kiterjedő rendszeres állapotfelmérés, szervizelés járult talán legnagyobb részben hozzá. A budapesti Liszt Ferenc repülőtéren működő repülőszervizelő cégek közül a legnagyobbhoz megyünk most. Az Aeroplex két nagy hangárban fogadta eddig a gépeket, de nemrég elkészült a harmadik, az új hangár is, ami már lényegében bármekkora méretű repülőt képes fogadni. A hangárokban Tomi kalauzol majd engem, Feri pedig például a kerekekre, a gumikra, a fékekre vonatkozó műhely titkokba vezet be, de elmondja majd azt is, hogyan tesztelik a csúszdát, a mentőmellényt, vagy éppen mit rejt az óceánok felett közlekedő gépek túlélő csomagja. Ebben a hangár... Nem, három gép van. Igen, ebben a hangárban három gép van, meg ügyesen azért be lehet forgatni a hangárba gépeket úgy, hogy bár közel van egymáshoz, Ez is egy ilyen logisztika, nem? Hogy abszolút, persze. Hogy teszitek be? Igen. Van egy szép kis mágnes táblánk, méretarányosan minden repülőgép ki van vágva formára, és akkor szépen el tudjuk igazgatni, meg persze a tapasztalat is jön vele, hogy na, akkor hogyan lehet összefűzni. Na és itt ki is használjuk a repülőgépeknek az adottságait, hogy van itt mellettünk egy Boeing 737-400 Classic, ez egy átalakított repülőgép, utasos verzióból áruszállítóvá. Ez egy Airbus A320-as, magasabb a repülőgép, a Boeing az egy picit alacsonyabb, és egymás fölé be tudjuk fűzni, itt látható érdekesen pont. Tehát itt kihasználtok, hogy a Boeing alacsonyabb, az Airbus meg magasabb. Így van. A szárnyaknál látszik. Befér egymáshoz. A repülők ide többnyire nagy szervizre, úgynevezett C-csekre érkeznek, tervezetten 2-3 évente. Kicsit olyan ez, mint az autóknál a kötelező szerviz, csak az esedékességet itt nem megtett kilométerek, hanem ciklusok, azaz le- és felszállások alapján számolják ki. Ahogy hallottuk, egy mágnes tábla mellett kivágott méretarányos repülőgépekkel tervezik meg az adott heti, napi, havi hangártervet, és a gépek optimális elhelyezésébe, befűzésébe belekalkulálják a két fő típus építési sajátosságait is. A Boeingek, legalábbis a régebbi modellek egyébként azért alacsonyabb építésűek, mint az Airbusok, mert amikor ezeket tervezték, még nem minden reptér rendelkezett olyan logisztikával, apparátussal, mint mostanság, és egy alacsonyabb építésű csomagtérbe nagyjából olyan egyszerű beszórni a csomagokat, mint egy busz hasába, az alacsonyabban lévő hajtóművekhez pedig a szerelőknek egyszerűbb hozzáférni. Egyébként ide most, ha megnézzük a hajtóművét, itt is látszik, hogy mennyivel alacsonyabb. Igen. Hogy mennyivel alacsonyabban van, és ez hordozza a veszélyét is annak, hogy sokkal könnyebben be tud szívni egyebet, ezért jobban ki van téve a károsodásnak, ilyet, hogy egy kavicsot, vagy bármit fel tud szippantani. És látni az alakján, hogy itt belül megvan ugye a kör keresztmetszet, de aztán a széle az egy picit össze van nyomva, mert pont amiatt, hogy alacsony, már nem férnek el a segédberendezései, ezért azokat oldalra kellett tenni. Még egy Airbusnál, az A320-asnál, mégiscsak 20 évvel később, 80-as években elkezdték tervezni, és akkor már sokkal inkább kiépültek a repterek, meg volt minden eszköz, nem számított, hogy most kell oda egy futószalagos kocsi, vagy nem kell. Ha jól értem, akkor ha most a tervezők már inkább magasabban lévő... Igen, mert annak az előnye megvan. Mert nincs olyan közel a földhöz. Nagyobb hajtóművet lehet tenni, a nagyobb hajtómű pedig a gazdaságossági mutatókat tudja javítani. A C-check során egy gép átlagosan 2-3 hetet tölt el itt. Ez idő alatt szinte centiről centire átvizsgálják. A hajtómű természetesen az egyik legalaposabban inspektált része a repülőnek. Hihetnénk, hogy egy ilyen vizsgálat során előkerül egy csomó a hajtómű által beszívott szemét, de nem jellemző, mert ezeket általában a rutinszerű kisebb ellenőrzések során már kiszedik, és ugyanígy madár tetemekkel is csak nagyon ritkán találkoznak itt. A madarak egyébként közel sem jelentenek akkora problémát, mint azt esetleg gondolnánk. Itt Budapesten például nagyon komoly madár- és vadvédelmi szolgálatot működtet a reptér.
Ami még érdekes, hogy mondtad nekem, és nem tudom, innen nem tudom mennyire lehet majd megmutatni, de hogy hány csavarral van odafogatva a hajtómű a szárnyhoz? Lehet, hogy most sokan meg fognak ezzel lepődni. Így van, meg sokan hiszik azt, hogy na, a hajtómű nehéz dolog, föl kell oda jól elegősíteni. Igazából ilyen 6 kötője 8 csavar tartja. 6 kötője 8 csavar tartja az egész hajtómű. Igen, a célja az, ez pontosan tervezett, hogy azok a csavarok mikor nyírodjanak, mikor törjenek el. És az a célja, hogy ha törni kell, akkor viszont menjen a hajtómű. Tehát mondjuk egy vízöszállásnál. Így van, mert ez csak akadályozná az egész repülőgépet, túl nagy ellenállást indukálna, törjön le, és a repülőgépet hagyja tovább siklani. Most mit csinálnak itt a kollégáid, ezt meg tudod mondani? Itt a repülőgép az meg lesz emelve. Aha, jó, ilyen egy emelő, mint az autónál, csak a repülő. Teljesen, csak ez repülőnél. De durva, itt az emelője a repülőnek. Több szempontból is, kerékcsere miatt esetleg meg hát az egész gépet. Ja, hogy a kerékcseréhez itt is meg kell emelni a gépet, ugyanúgy, igen, igen. Lehet egyszerűbben is, hogy csak ide alátolsz és így emeled meg egy picit. Itt más dolgok is lesznek. Például akár egy futócsere. Egy futócseréhez, hogy kicserégtet, és nem csak a kereket értem, hanem ezt az egész futószárat, ahhoz például a repülőgépet jó magasra kell emelni, meg itt van benne egy ugye a becsúszó rész, a tengely, és abból ki kell húzni. Tehát, hogy itt akkor mi 3-5 méterekről is beszélhetünk, hogy hova kell felemelni a repülőgépet. Természetesen a gép törzsén is átvizsgálnak minden szinte csavarról csavarra, ez szintén nagyon lényeges, hisz maga a törzs, vagy az utastér a külső és belső nyomás különbségek kiegyenlítése miatt bizonyos mértékben minden le- és felszállásnál picit felfújódik és leereszt, tulajdonképpen mint egy lufi. Ezek a ciklusok pedig folyamatos megterhelést jelentenek az alkatrészeknek, burkolóelemeknek, csavaroknak, rögzítéseknek. A repülésbiztonság mai szintjéhez tehát nem csupán a technika fejlődése járult hozzá, de az is, hogy az ilyen inspekciók során nyert rengeteg adatot és tapasztalatot a gyártók mind-mind felhasználják az újabb és újabb modellek fejlesztése során. Szétnéztünk kívül, most nézzünk szét belül is, méghozzá a már említett utasszállítóból teherszállítóvá alakított Boeing 737-400-as belsejében. Hát figyelj, ennél jobban nem tudom szét lehetne kapni, de végülis itt most minden lényeges látszik. Itt szigetelés. Minden, igen, a szigetelés, és aztán itt, amit látsz, ez már a külső borítás. Ez meg már külső borítás. Na, ennyi. Akkor a gépnek a külső borítása, azt hinnénk, hogy az valami eszméletlen, fémvázas, acélvázas, ami nem, a lényeg, hogy minél egyszerűbb és könnyebb legyen. Így van. Alumínium borítás van kívül, és itt belül meg láthatjuk ezeket a törzskereteket, és látjuk, hogy nincsenek nagyon messze egymástól, tehát így körülbelül 40 centire van tagolva. Aha. Ez egy törzs keret, így körbe megy, és aztán itt meg láthatjuk, ezek pedig a hosszmerevítő bordák, azok is így mennek itt ezek. És ez maga a szerkezet, egy félhely szerkezet, hogy maga a külső borítás is teherviselő. És az a mínusz 70 foknál elég egy ilyen kis vékony. Igen, elég. Elég, persze megy a fűtés is, tehát a légkondi az dolgozik folyamatosan, de igen, ez is elég. Ez egyébként egy annyira szétkapott gép volt, hogy Tomi tudott mutatni egy flight data recordert, közkeletű nevén egy fekete dobozt is. A fekete doboz egyébként csak átvitt értelemben, tehát a katasztrófára utalóan fekete, a valóságban, hogy könnyebb legyen megtalálni, élénk színe van. És hát narancsága. Igen, gyakori egyébként, hogy kiszuperált utasszállítókat alakítanak át teherszállítóvá, ilyenkor kiszedik az üléseket, befalazzák az ablakokat és vágnak a gép oldalán egy kargó ajtót, amin keresztül egy konténer is befér. Immár egy másik teherszállító belsejében vagyunk, ez egy Boeing 757-es, de ez láthatóan már az inspekció vége felé jár. Tehát a gépnek akkor a legjobb, minél többet van a levegőben. Pontosan, ezt szeretik a légitársaságok. Az se jó, ha lent van, mert akkor például a... Amint földön van, már nem jó. Csak a levegőben termel pénzt egy repülőgép, a földön sosem. És akkor ezért lehetett a Covid sok légitársaságnak probléma. Abszolút, hogy nem repültek. Hogy nem repültek, és sokszor üresen is vitték a gépet. És az inspekció, az viszont megy. Tehát azt hinnék, hogy ha le van tárolva a repülőgép, hú, akkor oké, legalább nem is kell vele foglalkozni. Ez egyáltalán nem igaz. Hetente meg kell bontanunk a repülőgépet. Van úgy, hogy akár csak egy fél métert is, de egy picit tologatni kell, meg át kell mozgatni a kerekeket is. Tehát, hogy egy álló repülőgép, az nem olyan, hogy én elteszem az autót a garázsba, nem megyek vele, hanem azzal hetente, két hetente, havonta át kell nézni rendszereket. Egy ilyen megpakolt gépnél érdekes az a kérdés, hogy mekkora súlyú egy gép, és mekkora súlyt tud elvinni? Például itt van ez a 757-es, ennek, ha jól emlékszem, ugye az üres tömege,
az olyan 60 tonna, 60-65 tonnánál van. És aztán ezt úgy fejezném ki, a maximális engedélyezett felszállási súlya, ami már minden benne van, tehát a pilóták, az üzemanyag, a csomagok, akkor ez olyan 110-120 tonna. Majdnem meg lehet pakolni önmagával. De hangsúlyozom, itt figyelembe kell venni az üzemanyagot, tehát itt ez kevert, ez, hogyha kis üzemanyagot teszek bele, mert elmegyek mondjuk Pestről Párizsba, akkor telitolhatom csomaggal. De ha messzebbre megyek, akkor több az üzemanyag. Így van. A teherszállító repülők forgalmát egyébként igyekeznek úgy összelogisztikázni, hogy a gépek még hajnalban megérkezzenek a célállomásra, a kipakolásuk így még az utasszállítók csúcsforgalma előtt elvégezhető. Ebből persze az is következik, hogy a kárgógépek leginkább éjjel vannak a levegőben, és az is, hogy a kárgópilóták élete kicsit a magányos farkasokére hasonlít. Nekik nincsen légítős kísérő, aki mondjuk kávét lehet kérni, vagy ilyesmi, nekik maguk kell megcsinálni a kávét, a kis meleg szendvicset, vagy bármit, és ez nekik itt van így betéve, hogy hát ez a kis sütő, meg a kávéfőző is ott van igazából nekik lent, és ott lehet így kávét főzni, meg mindent. Tehát ez a konyha, a mosdó pedig hát az sincs nagyon túl misztifikálva, meg itt van bent. Tehát akkor az ilyen szó-szó, mert nincs utas, akivel probléma van. Igen. De nincs kiszolgálás. Nincs is kiszolgálás, mindent úgy maguknak kell megcsinálni, és hát meg éjszaka. Hát, egyedüli, kicsit egyedüli ez, de valaki ezt szereti. Na és akkor iránya már beharangozott új csarnok. A méreteket jól érzékelteti, hogy bár itt is 3G parkol, mint az előző hangárban, nagyon szellősen elférnek. A jelenleg forgalomban lévő nagyobb repülők közül lényegében az Airbus 380-as az egyetlen, ami nem férne be ide, ám mivel ennek a modellnek a gyártásával már amúgy is leállt a gyártó, és több légitársaság is megvált a típustól, hosszabb távon mindez nem jelent lényeges problémát. Van olyan gép, ami akkora... Ami kitölti ezt az egészet. Teljesen. Úristen, és most itt vannak mellettünk ezek a gépek. Igen. Akkor itt az így beterítene minden. Igen. Amit láttunk előbb 737-est, van olyan repülőgép, amelyiknek akkor a hajtómű átmérője, mint annak a törzs átmérője. Ha nagy gépeket mondunk, akkor mi nem rájuk gondolunk, hanem nálunk ők a kicsik. Az előző hangárok után ez az új hangár egy kicsit olyan, mintha egy autószalon szerviz részéből előre jöttünk volna a kiállító térbe, pedig itt is szervizelés folyik, csak éppen nem nagy szerviz, azaz C-csek, hanem kisebb rutinszerű beavatkozásokat igénylő A és B csekkek. Na, járna ez a hajtómű akár max, közel maxon, akkor nem lehetnénk mögötte, mert elfújna? Abszolút, elfújna. Előtte sem lehetnénk, előtte meg beszívna. Hanem itt láthatjuk a matricát, minden hajtómű meg rajta van, hogy van egy biztonsági zóna, ahol lehet tartózkodni. Amikor megy. Igen. És nem véletlenül van itt a matricán is, picit mögébe húzva. 15 láb. Igen. És hogy itt van ez, hogy ez elé én nem mehetek, hogyha jár a hajtómű. Legyen az alapjárat, legyen az max teljesítmény, semmi esetben ennél a vonalnál előbbrébb nem lehet. Ez a sáv előtte, ez a sáv mögötte. Igen. De akkor ez milyen szépen ábrázolja, hogy működik. Igen, az a legjobb. Ezt a vonalat kinézi az ember, és így tőle egy fél méterre egyenesen sétál a hajtóműhöz. Van olyan eset, meg kell is, nem véletlenül van itt ez az ajtó, ez a kis szervizpanel. Ha ez kinyitva, mögötte lehet szervizelni és nézni dolgokat. Például az olajszintet meg lehet nézni. Nem véletlenül, tehát jó, nem járó hajtóműnél, de hogy ez is mögötte van, hogy véletlenül se ott kelljen dolgozni, ebben a veszélyzónában. Ezt még mutassuk, itt egy folt. Hát igen, amiről még nem esett szó, hogy minden egyes területhez nagyon komoly a gyártó által kiadott javítási jegyzék tartozik. Ez a kézikönyv még azt is hosszú oldalakon keresztül szabályozza, hogy miként kell még egy ilyen picinek tűnő javítást is a gép testén elvégezni. A repülők karosszéria elemei egyébként többnyire még alumíniumból vannak, de hogy a könnyű és masszív kompozit egyre nagyobb szerepet kap, már nem csak a belső részeknél, de a külső elemek gyártásánál is, azt jól jelzi, hogy van itt egy dedikált kompozit műhely is.
Beszéltük, hogy a repülőgép alumíniumból épül fel, ez nem. Ez kompozit szerkezet. Így van. Ez egy szendvics szerkezet, amit ezzel tudnék megmutatni, hogy azért szendvics, meg van egy külső burkolat, utána van benne ez a mély sejt anyag, ez adja igazából a szendvicsnek a közepét, és aztán be van még így is kívülről burkolva, tehát az a szendvicsnek a másik, harmadik fele. Tehát könnyű és nagyon merev. Könnyű és nagyon merev. A műgyantával átitatott mély sejt kialakítású üvegszálas fólia két oldalán a kompozittal extrém erős és tartós kombót alkot, egy nagy ellensége viszont van. Tekintve, hogy nem valamiféle monolit, hanem szövetes szerkezetű anyag, a víz képes beszivárogni a hajszálerekbe, mínusz 70 fokon pedig megfagyva ez komoly roncsolást okozhat. Éppen ezért egy-egy inspekció során apró kalapácsokkal szinte minden kompozit négyzetcentimétert végigütögetnek, és ha egy elemen gyanús hangot észlelnek, akkor azt leveszik, és még itt a műhelyben röntgennel is ellenőrzik, ha pedig hibát találnak, akkor javítják. Amikor egy repülő végzett az inspekcióval, már csak az utolsó simítások elvégzése van hátra. Utasszállítóknál ilyenkor visszakerülnek például a székek, visszakerülnek a különböző tárolókocsik, visszakerülnek a mentőmellények, ilyet nem sokára látunk majd működés közben is, és ki is takarítják a repülőt, sőt, le is mossák. Mindjárt elkezdünk startolni. És persze a pilóta fülkében is lefuttatják a mérnökök a szükséges teszteket, programokat, mielőtt visszaengedik a gépet a forgalomba. Ha valaki repülés előtt ül egy 20-30 percet egy gépen, vagy felszáll, akkor van egy ilyen alapzúgás, egy alap, mint ez mondjuk. Igen. Ez micsoda? Ez egyrészt az utastér légkondicionáló rendszere, meg a gép hasában lévő elektromos kekesz a számítógépeknek a hűtése. Hűtése. Aha. Tehát tényleg az, hogy a levegő zaja, az, hogy keringteti. Ha olyan helyzetbe kerülnél, nyilván le tudnál tenni egy gépet, vagy legalábbis megpróbálnád? Biztos, hogy megpróbálnám, tehát olyan nem lenne, hogy nem. Mihez nyúlnál? Hú, hát az első ugye a joystick, meg az Airbusnak egy jellegzetessége, hogy itt nem szarv kormányról beszélhetünk, hanem a joystickról, a gázkar, és hát a pedálok, azok is nagyon fontos. Most mindenki figyeljen akkor, igen. Nagyon fontos szerepet játszanak, és aztán meg a műszerek. Ugye azok adják nekünk az adatokat, sebesség-magasság adatot, és aztán kifele, hogy na merre, hogy vagyunk, na meg a rádió. Tehát az első, hogy na, akkor a rádió, és azonnal fölvenni a kapcsolatot az irányítással. Ha már műszerek, kevesen tudják, de a géporra műszerekkel és érzékelőkkel van tele. Például a repüléshez nélkülözhetetlen hőmérsékleti csapadék és egyéb adatokat szolgáltató mini meteorológiai állomás is itt található. A hangároktól és Tomitól ezzel búcsúzunk, innentől Feri a terep, aki megmutatja majd például, hol és hogyan ellenőrzik a különböző életmentő felszerelések állapotát, de előbb irány a gumis és kerékműhely, mert hogy itt ilyen is van. Azzal kezdem, hogy megnézem, hogy mik a feliratok, hogy mik az autógumihoz képest, és egyébként, ha most én végignézek rajta az autógumihoz képest, tök hasonló dolgok, tehát hogy tömlő nélküli, radiál, hát ami teljesen megdöbbentő, vagyis tehát nyilván így, ha belegondol az ember, nem, de hogy 235 mérföldig, az most nem tudom hány kilométer per óra, de hogy addig kell bírnia, nem tudom. Most én már volt videóm gumigyárban, ott talán a teherautó gumi volt, ami hasonló. Így van, abszolút egyébként a teherautóhoz van a maga a felépítése is a keréknek, mert maga a kerék, hogy is két részből áll, csavarokkal van összehúzatva, mint a teherautóknál, a nagyobb teherautónál. A gumi ugyanúgy van radiál gumi, ugyanúgy van diagonál gumi. Tényleg? Repülőn. Én utasként érzékelem, ha a defektet kapott a repülő? Hát, hogyha egy gumit, azt nem nagyon. Aztán. De szokott? Szokott, persze. Hát ilyen lehet, hogy egy defektet kap, mert miért ne. De ezt a pilótát nem tudják kicserélni, hogyha defekt van, azt arra vagytok ti például. Így van, azt mindig a szerelő csinálja. Érdekes egyébként, hogy most azt mondanám, hogy majdnem olyan, mint az autóét, csak nincs bele téli-nyári. Így van, ennél nem kell.
A gumik egyébként akár 300-400 leszállást is bírnak, de persze mindez nagyban függ a használattól, hogy milyen a kifutópálya minősége, vagy éppen milyen a pilóta landolási stílusa. Leszámítva egyébként az olyan kisebb beavatkozásokat, mint amilyen egy defekt, a gumikat nem helyben javítják, hanem gumis műhelybe küldik, itt a hangsúly inkább a kerékagyon és a féken van. Jó kis felni azért az autónál kell. Így van, könnyű fém felni, mert alumínium ez is, egy kovácsolt T6-os alumíniumból van. Ugyan, ha megfordítjuk a másik oldalt, akkor látjuk, hogy ide csatlakozik a fék, hogy ez mindegyiknél ezeken keresztül csatlakozik bele, és ugye úgy fékez, hogy itt a tárcsákat összefogja. Ugye ez pont egy mondjuk egy 100 tonnás repülőnek, ez az A320-asnak a fékhagya egyébként, amiből 4 darab van rajta, és ez a 4 darab karbonfék, az a lényegben, hogy ugye repülés nem minden szépen ilyen könnyű, tehát karbontárcsákkal fékez. Ezt is fölkaptad. És most mielőtt átmennénk nagyon autós műsorba, meg nagyon ilyen, ilyen szakmaiba, nagyon érthetően magyarázd már, hogy ez hogyan állítja meg a izé. Mondjuk a felénél láttuk. Ugyanúgy működik, mint egy autós fék, tehát csak ugye ott egy tárcsa van, mondjuk ez az egy tárcsára van rárakva egy dugattyú, és az ugye összefogja, vagy kettő ugye a jobb autóknál, csak ennél több tárcsánk van. Ez ugye maga a nyomólapja, ez rámegy erre a dobra, a dobrában csatlakoztatva a kerékagyra, de a kerékhez ugye láttuk a keréken azokat a kis ékeket, ebbe mennek bele, ez forog, ezek a forgótárcsák, így forognak közbe, ezek pedig az állótárcsák, amelyik az agy maga a tengelyhez vannak rögzítve, és amikor ezen rajta van ez a dugattyúház, és amikor nyomást ad, fékezni kezd a repülő, a pilóta nyomást ad, vagy az autobrék, mert ugye az is lehet, hogy neki nem is kell hozzányúlni, akkor szépen elkezdi összenyomni a tárcsákat, tehát mint egy autó teljesen, és akkor szépen elkezdi a súrlódó erő által megállítani. Egy C-check során nem csak a repüléshez szorosan kapcsolódó alkatrészeket ellenőrzik, de például a gépen található életmentő eszközöket is. Ezek azok, amikkel élesben senki nem szeretne találkozni. Például a mentőmellények, a túlélő csomagok, vagy éppen a csúszta. Tudod mit, először áruld el nekem ennek az árát. Ez egy nagyon drága cucc ahhoz képest. Hát potom 46 ezer dollári már meg lehet venni. 46 ezer dollár? Igen, újonnan. Tehát ebből kell kettő vagy három? Négy darab. Minden egyes ajtóban van egy fölakasztva a konténerjébe. Föl tudjuk, ugye fordítani? Aha, ott, de hát ugye oda mész, én meg jövök ide, és fordítsuk arra, jó, hogy mert itt van az aspiráta. Nem nehéz. Na, hát akkor így. Így már tutaj? Így már tutaj. Így, hogyha cipővel nem illik bele, de ha szépen így beleül az ember, akkor így be lehet ülni egymás mögé, ebbe bele lehet kapaszkodni, és már... És akkor a légiutas kísérők, ők vizes körülmények között, ezt meg kell, hogy tudják fordítani, így van. Gyakorolják. Ugye nekik az az első feladat, hogy ugye itt ezen a részén oda van kötve a repülőhöz, és a repülőtől elengedjék. Utána a repülőtől ugye elválasztódik a csúszda, ugye ezzel van beakasztva a padlóba ennél, és ugye lesz rajta még egy kötél. Azt a kötelet is el kell majd vágni nekik, és akkor utána, hogy nehogy a lepülő lehúzza, rá tudnak ülni. A csúszdán is végig kell nézni mindent. Végeznek például túlnyomás ellenőrzést, szivárgás ellenőrzést, de Feri megmutatta még azt az alumínium, karbon és kompozit anyagokból készült extra könnyű palackot is, amivel a csúszda 3 másodperc alatt felfújható. Ez fújja fel a csúszdát, úgyhogy ez olyan 3 másodperc alatt fel. 3 másodperc? Így van. Ugye az a szabály, hogy maximum 10 másodpercet fel kell fújni egy csúszdának, de maga a légitás kísérőknek a kiürítést úgy kell levezényelni, és egy repülőt úgy is kap engedélyt a maga, hogyha gyártották, hogy 90 másodperc alatt ki kell tudni üríteni a repülőt. Felszállás előtt, amire senki nem figyel, vagy mindenki csak ásítozik. Most megcsináljuk? Meg. Én azt gondolom, hogy most kezdjük el, hogy te mire figyeltél legutoljára. Jó, igen. Ugye azzal kell feltépni, azt nyugodtan. Aha. Eddig? Eddig tökéletes. Jó, és akkor itt kell meghúzni. És igen, de még van valami, hogy ezt még körbe kell csatolni rajtad. Mind a kettőt egyszerre. Hideg lesz. Ezért kell figyelni. Oda kell figyelni, nem csak az iskolába. A mellény után aztán egy csúszda is felfújásra került. A sebesség mellett elképesztő volt az azt kísérő hanghatás is.
Majd mi megnéztük, mit rejtenek azok a kis túlélő csomagok, amik a csúszdához hasonló kialakítású túlélő tutajok kötelező tartozékai. Aki olvasta vagy látta a Pi életét, annak például ez a túlélési kisokos nagyon ismerős lehet. Ugye abban arról van szó, hogy egy volt nála egy user manuál, mondhatom azt, ami szerint halad fogott meg minden, és ez létezik. És ebben a csúszdában benne van. De nagyon érdekes, hogy mik van benne, hogy halat fogni? Halat fogni, tutajt csinálni. Itt ugye az elsője mindig úgy, hogy hogyan kell elsősegélyben részesíteni, hogyha valaki sérült utastársunk van, és aztán, hogyha már ezen túl vagyunk, akkor akár itt van rajta, hogy kell jelezni egy fölöttünk lévő repülőnek. Vannak benne ilyen eszközök ebbe a kis rakéta csomagba. Egyrészt van benne egy magnéziumfákja, aminek az egyik oldala vörös magnéziumfákja, enként üzemel, az ugye éjszakára nagyon jó világít. Nappalra meg a másik oldalát aktiválják, akkor egy gyönyörűen vörös füstöt képez. Meg cukorka is van benne. Ja, egy cukorka, igen. Ez pedig a kedélyjavító azoknak, akik esetleg idegesebbek, és mondjuk... Ja, idegesebbek, amikor valahol az óceánon himbálóznak. Így van, és körülöttük a cápák kerülgetik őket esetleg. Akkor egy ilyen kedélyjavító cukorka. Vagy a gyerekeknek, ezzel egy kicsit le tudják nyugtatni őket. De tényleg minden van benne. A csillagképek rajta vannak, miből lehet enni, miből lehet vizet. Tehát akkor ez mert itt vannak a halak. Minden repülőn van egy... Amelyik óceán fölött megy, azokon mindegyiken van. És a legvégső esetre pedig? Hát a legvégső esetre az imák vannak. Hogy ha nem sikerülne a túlélés, akkor legalább még utoljára az imákat el tudják mondani. Úgyhogy maga tényleg mindenre gondoltak azok, akik kitalálták a tutajos részét a csúszdáknak. Ezzel jobb, hogy soha nem találkozik senki. A videóm az Aeroplex közép-európai Kft. Támogatásával készült.